A Nemzeti Ünnep városi rendezvényének keretében adták át a szigeterdei Horvai szoborcsoport reliefjének talpazatán egykor található márványtábla rekonstrukcióját, amelyen Petőfi Sándor Élet vagy Halál című versének kezdő sorai találhatók. A rendezvényt Fóris Dóra alkalomhoz illő éneke nyitotta meg, majd Bíró Dávid szavalatával elevenítették fel Petőfi Sándor költeményét. Mit vétettél, hogy így elhagytanak, hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed pályán pusztítanak. S dühös kezekkel kik tépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat? Azok, kik eddig a faárnyékában pihentek a hosszú századok alatt. A március 15-i rendezvény díszvendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt, aki a felavatott márványtábla előtt méltatta nemzeti ünnepünket. Ma, amikor Horvai János által megalkotott Kossuth szoborcsoport eredeti kőtáblájának másolatát elhelyezzük ezen az alkotáson, óhatatlanul fel kell tennünk azt a kérdést, mit is üzennek ezek a sorok ma nekünk 2018-ban. Hiszen az alkotás önmagában is megállná a helyét, a művész mégis fontosnak tartotta ezt a négy sort is idevésni az utókor számára, hogy mindenkor szem előtt tartsuk, csak magunkra, csak egymásra számíthatunk. Ha mi nem védjük meg, ami a miénk, akkor azt senki sem fogja megtenni helyettünk. 1848. szeptemberében mindenki tudta, hogy most nincs helye kicsinyes vitáknak és nézetkülönbségeknek. A csatamező nem az egyéni ügyesség világa. A magyar szabadság ügye számos olyan embert állított egy zászló alá, akik sok mindenben nem értettek egyet, egymásra politikai ellenfelekként tekintettek, mégis felismerték, hogy a haza ügye érdekében össze kell fogniuk. A beszédet követően városunk pártjainak és civil szervezeteinek képviselői helyezték el a koszorúikat a Kossuth szobornál.